seconds. Sziasztok! Bejutottam a zónába elég kalandos úton. Hoppá! Gyakorlatilag semmit nem hoztam be magammal. És... 15 seconds. Most egy picit azzal foglalkozunk, hogy melyik nevezetes pontokat hogyan szedjük ki. Mármint ha marad. Mert azt látni kell, hogy valaki elkezdte kiszedni a nevezeteseket. Mi kezdjük szerintem a legegyszerűbbel, az pedig itt található, ezt ki lehet szedni innen, illetve innen. Én inkább ezt a oldalát kedvelem. Prepare for landing. Mielőtt kiszedik. Ahhoz, hogy egy nevezetes kiszedj egy dolgot, meg kell tenni előtte, célszerű kitakarítani a környékét. Ugyanis a környéken járó mobok, azok előszeretettel, mondjuk úgy befoghatlankodnak, és bizony hátulról úgy szétvágnak, ahogy írjik. Na mi a? Úgy látom, Cimbi nem bír a Hunterével. Na igen, róluk van szó többek közt. Arról nem is beszélve, hogy kedvező esetben fogadnak. Szóval is. Hát persze. Gondolban meg kell néznem. Nos, tehát... Ezt két dolog miatt is célszerű kitakarítani. Egyrészt van itt nagy láda, plusz gyógyszer, eléggé fogyunk. Tehát nagy láda, gyógyszer, elektronika és szerszám. Pillanat, valamit meg kell nézni, mert valami nem stimmel a... Jó. Destruktív, igen. Oké. Okay. Csak kijöttem a gyakorlatból. Hát ezt innen célszerű nekiállni, a kimentéshez nem kell más, mint egy jó mesterlövészpuska, egy turret, némi heal és azért nem nullás gír. Turetet földobjuk ide, majd mesterlövész puskával megpróbáljuk maci bummot kiszedni, hogyha épp nem állnak elé a ostoma bobok. Most akkor viszont futás, mondom futás. Ha nem jön be a terv, akkor visszavonulunk ide. És várjuk, hogy jöjjenek. Látható a turret teszi a dolgát. Viszont ez nem teszi, hogy maci bunk innen találkozik. És úgy, mint az összes többi... ...zúszunk. Az összes többi nevezetesnél nem árt, hogyha van mozgásteret, visszavonulási utat, mert nem mindig úgy jön össze, hogy tervezik. Ez most konkrétan pont nem úgy jött össze. Hogyha fölrobbannál cimbora. Na még háttébb vonulunk. Igen, néha nem ártan egy pulsz. Mert maradjunk annyiba, hogy... Fogalmam sincs, hova lettek. Könnyedén lehet, hogy mindjárt a nyakamba várja az összeset. Még nincs kitakarítva, úgyhogy...
látom, hogy ez nem az, ami oktatófilmbe illő. Ez egy olyan aranyos kis divisiones lag, úgy látom. Túl messze távolodtam, így macibumot, totál fölhívelve visszarakta. Aranyos, nem? Szerverváltás volt a működésbe. Szóval ezt így kellett volna az elején is. Macibumot három lövésből ki lehet tettetni. Na, ezt visszük. Túlélő boríték, amit érdemes vinni. Most tehát, ami miatt ide érdemes ellátogatni, az ez a láda. Általában valami jót dob. Mondjuk gyógyszer. Itt van dittek. Általában itt szoktam hagyni, de most annyira szánalmasan gyenge formációba jöttem be, hogy össze kellett szednem 16-ot, és még így sem vagyok fullos. Itt fegyveralkatrész. Arra a sátor felé van szerszám és a sátor be egy gyógyszer, de azt már kiszedtem, itt szintén fegyveralkatrész. Itt pedig egy medkit, amire most nincs szükségem. Na, ezeken a nevezeteseken amúgy egész jól dobja a cuccokat. Igen, hát ez nagyon jó lett volna, ha nem most dobja. Esetleg dobtál valamit? Igen, egy performance mód, amit igazából már nem tudok használni. Tehát ennek a kiszedése arról a helyről, amit mondtam, egyszerű. Na, valaki a merészebb verziókat szereti, akkor rambózzon nyugodtan. Na, mielőtt tovább mennénk. Ja igen, hőmérséklet a katonának nem épp ideális. 13 fok, ez is csak úgy jött össze, hogy raptoltam neki egy sapkát, jó, ezt már elvitték. Akkor következő valószínűleg ez lesz, de előtte hívunk egy kimentést. És megnézzük azt is, hogy erről a helyről hogy lehet a relatíve legbiztosabban megoldani. Oké. Most vannak, akik mesterlövészkedni próbálnak, és szomszédház tetejéről szedik le a Huntert, illetve próbálják megbeszedni. Nem mindig sikerül nekik onnan. Én ezt nem tartom fairnek. Nem adja meg a Hunternek az esélyt, hogy oda menjen, de miután nem tiltott, így teljesen lényegtelen. Itt a Hunterek alapvetően attól függően, hogy honnan mentesz ki, vagy onnan jön, vagy pedig itt valahol. Én úgy szoktam, hogy a turretet feldobom ide, az gyakorlatilag, ha itt jelenik meg a Hunter, jelezni fogja. Ha pedig ott lent jön, akkor én látom. Hát akkor tegyük fel a turretet. Hívjuk a mentést. Approaching for evac. Egy pillanatra bezünk megmelegedni, mert ó, már jön a cimbi. Ott van hátul a kocsi mögött. Jó, köszönöm. Hát, körülbelül így néz ki. Aha. Valami nem stimmel. Miért vagyok még mindig zavarodva?
Attól, hogy lelövöd a Huntered, még ne bízd el magad. Amíg nem vagy egyedül a zónába, addig előfordulhat, hogy a nyakadba vág egyet valamely szeretett csapattársa. Gratulálok, hogy azt mit dobott, amit nagyon ritkán túlélő politékot. Még egy dologra felhívom a figyelmet. Annak ellenére, hogyha innen indítod a kimentést, néha bedobja oda. Mögéd a Huntert. Hát, igen, kellemetlen. Ezért van ez az ajtó itt, ha visszavonulsz, gyakorlatilag csak onnan jöhet, ezt tudod biztosítani. És távdobáló Hunterünknek van egy olyan jó szokása, hogy bedobja mögéd a turretet. Szintén be tudsz vonulni, le tudsz menni, a turret nem tud eltalálni, te pedig mesterlövész puskával szépen följössz és kilövöd. Hát erről a kimentőről körülbelül ennyit. Menjünk is. Még nem akarok kimenteni. Még a túlélő sorozatom ezen részében kiszedünk egy nevezetest. Hopp, ezt itt hagytam az előtt. Ami pedig valószínű a könyvtár lesz. Tehát kiszedtük ezt. Hát ezt kiszedte előttünk valaki, majd akkor egy másik részben. Na, úgy látom, mindet kiszedték. Tehát igen, megpróbáljuk kiszedni a könyvtárat, és utána akkor ezt a részt lezárjuk. Az egészről annyit, hogy amit már mondtam, mindenképp, ha egy mód van rá, takaríts ki a kimentőhely környékét. A könyvtárnál ez pluszba jó pár veterán börtöntölteléket jelent, hogyha még azok is rád szabadulnak. Kicsit nehézkesebb lesz, nem megoldhatatlan, nem lehetetlen. Prepping to land. De nem is annyira kellemes. Amikor bejöttem, azt a felét már kitakarítottam, de akik ott voltak, azok másik oldalon valószínű még ott vannak. Elnézést. Azért nézzünk körül itt is, és itt is szokott három csavargó ruhajkodni. Jó, nincsenek itt. Pillanat. Megnézem, milyen anyagi készletekkel rendelkezem. Van, elektronikám van. Kit le tudnám cserélni az egyik lila gíremet, de meg kell mondjam, hogy így ez kicsit alacsonyabb az elektronika megszokottnál, meg az élet is, viszont ez a 107-es DPS, ez eléggé menő. Nos, itt én innen szoktam kezdeni a kimentést. Ugye látható, ezt őrzi kettő maci, meg egy futóbolond. Ide szoktam feltenni a turretet, azon egyszerű oknál fogva, hogy itt maci pajti nem tudja lerúgni. Majd előveszük a mesterlövész puskát és megpróbáljuk kivanhitelni a bolondot. Másodikra sikerült. Lőjük a macsolákat egészen addig, amíg meg nem próbálnak egy gránáttal kinyírni. És most futás. Ilyen helyzetben nyugodtan használjunk medkitet. Nagy valószínűséggel leszünk. Második üretet oda.
egységes kivelítenék. Egy jól összerakott turettel, egy jól összerakott szettel és két jó fegyverrel nem nevezhető megoldhatatlan dolognak. Hát túl nagy loot nincs, egy gyógyszert ad, és egy nagy ládát. Ezen kívül azt a lootot, amit pluszba dob. Na, ezt nem kellett volna majd ledobjuk. Nem szoktam ilyesmit kivinni. Na, kettő megvolt. Többit is el tudnám mondani, csak nem lenne értelme. Értelme akkor van, hogyha meg is tudom mutatni. Tehát a sikeres kimentés záloga az, hogy jól összerakd a szetted. Kitakarítsd a környékét. Igen. Jó. Hát akkor... egyelőre a szettemet nem akarom változtatni. Szerintem az időbe belefér még ez, miután a környéken már csak ez az egy maradt. Viszonylag gyorsan eljutunk oda. A zónába jártok, az a leghátsó landmark, amit gyakorlatilag nem sűrűn szoktak kiszedni. Igazából diftek nincs. Kettő nagy láda van, egy pajzsos maci és pár jóképű LMB. Nem egy túl életveszélyes munka, de van egy-két tényező, ami befolyásolhatja. Ezt meg már valaki aljas módon kiszedte előlem. Ilyenkor, ha pulsz nélkül rohangáltok, illetve lehet, hogy amikor így rohangáltok és azért még nem vagytok teljesen járatosak a... zónába. A kimentés terén. Hopp, igen, itt a cimbi. Tehát lehet, hogy jobb, hogyha a heal helyet visszateszitek a... húz egy időre. Hoppa. Hogy... tisztán lássátok a dolgokat. Mert ezért jöttem el, mert itt fönt van egy diftek. Nyilván nagyon sokan tudják, lehet, hogy még néhánya nem, amit gyakorlatilag harc nélkül meg lehet szerezni. Na, viszont haladjunk. Nem, mint hogyha... hopp, cimbora itt hagyta. Ilyen elektronika, szövet és szerszám, amit ad itt, azt általában azért célszerű felszedni. Akkor viszont, hogyha ott egy lila van... kiszedte volna? Nem, nem szedte ki. Igazából, ha nincs szükséged rá, nyugodtan hagyd ott. Szerintem itt egy valamit hagyott meg a cimbora. Gondolom a pajzsos macit kiszedte, a maradék meg nem érdekli. Na, az elméletét azért elmondom. Itt ide szoktam feldobni a turetet. Majd megkeresem az első ellenfelet, akit most gondolom nem lesz könnyű. És ide csalogatom, de ez sajnos úgy látom a elméleti szinten marad. Na, ott van.
ez sajnos nem jött össze. Viszont amiért ide érdemes eljönni, az a két nagy láda. Ugye a nagy ládában lőszer, alkatrészeket, és nagyon gyakran gyógyszer. Van még 19 percem. És megeszedni a sapadon. Ilyen konzervet, kaját, egyéb vackokat folyamatosan dob, tehát most felesleges megállni azért, hogy egy konzervet felvegyél, a mobok is dobnak. Azonban miután ez ilyen félig bemutatott helyzet, ezt a nevezetes pont kiszedését majd valamelyik legközelebbi részben megmutatom. Hát lezárom most itt a videót ezzel a szettel. Szedtem ki itt a nevezetes pontokat, és ezzel a szettel fogok kimenteni. Még elmegyek, kiszedem a... Igen, ez kultúrát lenne, de nem. Tehát a elsődleges fegyverrel, a G36-ossal 107-es DPS, majdnem 100-as élet és 56-os elektronika, nem nevezhető rossznak. Ha ezt sikerül összehozni, garantált a siker. Hát én köszönöm, hogy belenéztetek a videómba. Ha tetszett, dobjatok egy lájkot, hogyha nem, akkor az ellenkezőjét. Kérdésetek van, tegyétek föl, írjatok kommenteket. Esetlegesen iratkozzatok fel. Legközelebbi videóban a maradék két kimentési pont. Warning. Infection levels increasing. Hopp, ez most elnézést, de úgy. Maradék két kimentési pontot fogom kitakarítani, most pedig elrohanok, hát hogyha be tudok trollkodni a fiatalemberhez. Én köszönöm a figyelmeteket, sziasztok!